Az egyházi iskoláknál hagyomány, hogy a tanév zárásaként tedeumot, azaz hálaadó misét tartanak. A Ranolder iskola oktatása a keresztény erkölcsön alapul, ezért a most ballagó Szabó Fruzsina számára is fontos, hogy hálát adjanak az év végén a sikeres tanév zárásért és az elért eredményekért. Szeretik a gyerekeket, átadják minden tőlük lehető oktatást, megkapunk anyagot, és nem csak lediktálják éppen az anyagot, vagy nem csak leadják, hanem nagyon sokat foglalkoznak a gyerekekkel, és tényleg nagyon tisztelem őket. A hittet is nagyon erőteljesen vezetik, nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy mi a hittel kapcsolatban, a kereszténységgel mindent megtanuljunk, és az életünket is úgy éljük le, hogy ezekkel vezéreljük. A Szentmisét udvardi György veszprémi érsek mutatta be. Az iskolát fenntartó érsekség vezetője elmondta, nehéz tanéven van túl az egyház megye minden intézménye. A főpásztor a diákokhoz szólva kifejtette, Jézus nem mást kíván, mint hogy bízzunk benne, és ha tanítását, parancsait megtartjuk, akkor válhatunk krisztusi emberré. Ilyen módon köszönjük meg ezt a tanévet, hogy mind a tanár, mind a szüleid, mind te saját magad számára, te osztálytársaid számára Istennek a jóságát tudod jelenvalóvá tenni. Ezt köszönjük meg, hogy ezt fölfedezted, hogy ezt akartad tenni, hogy akarod ezután is, és akarsz ebben növekedni. Ezért vagyunk hálások. A Ranolder iskolának 199 tanulója van, 26 állandó pedagógus mellett óraadók tanítják a diákokat. Az állami fenntartású iskolákhoz hasonlóan látja el az intézmény az oktatási-nevelési feladatokat. Céljuk, hogy ezt a tevékenységet a keresztény értékrend szerint tegyék meg. A hálaadó szentmisén elhangzott, a járvány okozta nehézségek ellenére is sikeres tanéven vannak túl. Sikeresen felkészítettünk a lehetőségekhez képest minden tanulót, nem romlottak a tanulmányi eredmények, az éves programjainknak egy jó része itt megvalósult, a tavasszal itt nagyon jó hangulatban teltek a ilyen tanulói rendezvények, osztálykirándulások, vetélkedők, mindezekért hálát adunk. Édes Jézus! A hálaadó szentmisére külön énekekkel és irodalmi műsorral készültek az iskola diákjai és pedagógusai. Az intézmény ajándékkal köszöntötte udvardi érseket, aki kellemes, a lelki gyarapodást is segítő vakációt kívánt a ranolderes gyerekeknek.